Nagyon kelendő az ősz egyik gyümölcse, a körte. Milyen termés volt az idén? Azt mondhatom, körtéből elég jó. Szinte a közepestő még jó kitárosáról volt. Az őszi fajtákból, meg a téli fajtákból is. Mennyire keresik most ezt a gyümölcsöt, illetve hogy változott az ára az elmúlt évekhez képest? Hát tulajdonképpen változni nem, mert tavaly előtt ugyanebben a kondícióban tudtuk adni a minőségi körtét. Általában az a 300-350-400 forintos árat lehetett körtébe elérni. Hát azok vannak szerencsés helyzetben, hogy van valami hűtő kapacitásuk, tovább tudják húzni az értékesítésbe. Meleg helyen szinte mindegyik fajta túlélik is. Akkor utána csak pálinka főzés van. Rengeteg vitamint is tartalmaz ez a gyümölcs. Kik viszik inkább, az idősebbek, fiatalabbak? Ilyenkor, mikor már jó érett a körte, akkor most már idősebbek válogatják be. Nagyon jó leves anyaga van neki, és tudják fogyasztani. Még hogy potolóval, és elboldogulnak szépen. Mihez ajánlja ezt a gyümölcsöt? Kompótnak, befőtnek? Mindehez. Natúra magával. De hogyha valaki koktélt akar csinálni, egy kis almával, szilvával, szőlővel, letár még egy kis déli gyümölcsel, meg egy kis banánval, egy kis ananásszal, meg lehet egy kis kavarni azért a minőséget. Látjuk, hogy éppen körtét vásárol. Miért éppen a körte? Szereti a körtét? Hát szeretjük, igen. Szeretjük. És egyszeri fogyasztásra veszik, vagy befőtnek, kompótnak, levesnek? Csak fogyasztásra. Csak fogyasztásra. Úgyhogy. És mennyiket szoktak vásárolni? 1-2 kilót, kevesebbet? Hát csak annyit, 1-2 kilót, igen. Az ősz sláger édessége, mondhatom így a piacokon, a sültök. Hogy készül a jó karcagi sültök? Hát ez úgy készül, hogy egész évben kell vele dolgozni, mert a megtermelés az nagyon fontos. Ha jó az alapanyag, akkor jó a sültök is. És ez fatüzelési kemencébe, hagyományos módszerrel, régi, és ez így egy prémium áru. Még annyit kell róla tudni, hogy ez vegyszer nélkül van termesztve, mert a sütőtök az vetésforgóval. Ha vetésforgót betartjuk, akkor lehet vegyszermentesen is termeszteni. Hely csak annyi vegyszerre találkozik, ami már eredetileg benne van a talajba. Hagyományosan készítitek kemencében, édesen vagy fűszeresen ajánlod? Hát ki hogy szereti, mi ez csak úgy van, hogy a tök magába megsüljön, esetleg ha valakinek az ízlése azt kívánja, hogy tegyen rá esetleg mézet vagy bármi mást, akkor úgy. De van, aki szokta, például úgy kérik tőlünk, hogy almával együtt süssük, és akkor ilyen sült almás tök van belőle. Mennyire kellendő ez a csemege? Hát csipegetik, viszegetik úgy óvatosan. Aki szereti, az úgy visszajárogat. Változott-e az ára a sültőknek az elmúlt időszakban? Utóbbi 8 évben az ár az maradt. Mert hát a vevőknek is meg kell, hogy tudni venni, meg ugye mindenki csak addig nyújtózkodhat, amelyek takaróért. Aztán be kell osztani, mert hiába emelgeti valaki, hogyha nincs, aki megvegye, megfizesse. Friss zöldség mindig kellendő a háziasszonyok körében. Mit mondhatunk el az idei évben a zöldségtermelésre? Mennyire keresik ezt most a háziasszonyok? Hát még a tavalyi zöldségeink, idei zöldségeink vannak. Hétvégén keresik jobban, amikor jönnek a gyerekek, unokák haza, akkor a főznek. Jó ízűek, szépek a zöldségek, de még most szedik fölfele az igazi télit, amit letéliesítenek. Az elmúlt években hogy alakult a zöldségeknek az ára? Tehát drágult, esetleg stagnált? Szerintem még a zöldség ugyanannyi, mint tavaly volt, nem változott. Reméljük, nem is fog. Nekünk sokkal jobb, ha olcsóbb és több forog, mint ha drágább lenne. Szerintem nem változott eddig. A szupermarketekben is rengeteg zöldség kapható, de mégis azért a termelői piacon vásárolt, az azért csak finomabb. Miért ajánlja inkább ezeket? Mert ha megvágjuk a végét és megszagolja a vevő, rögtön lehet az illatáról érezni, hogy az igazi, friss, magyar zöldség, és nem paszternák. Mi nem vagyunk hozzászokva, biztos az is nagyon finom, de az igazi zöldségrépát mi külön választjuk.
Ősz van, az ősz egyik sláger gyümölcse az alma. Mit mondhatunk az idei alma termésről, hogy alakultak az alma árak? Mennyire keresik most a vevők? Hát az egy hónapon belül jön meg az őszi almák, igazán még nem tudjuk, várjuk. Most ma láttunk olyan nagyon szépeket, tényleg szépeket még nem hoztunk belőle, remélem nem lesz drága. Jelenleg milyen almák vannak most a piacon? Van eredeti Jonathan almánk, Golden alma, Ida Red, meg jön a Gold. Van, aki az édesebbet, van, aki a savanyúbbat keresi kedveli, kinek mit szeretne. De elvis 2-2-53-ig megy az ára.